Az őszi szezon negyedik fordulójában a Szegedi UTC együttesét fogadta az erdélyi Ferenc téri sportpályán az Enfoci Kft. A haziak jól kezdték a mérkőzést, hiszen már az első játékrész 5. percében gólra tudták váltani támadásukat Gémes Bence révén. Majd nem sokkal később újabb gólt szerezhettek volna egy büntető rúgást követően, ezt azonban a vendégek kapusa hárította. Az ellenfél kezdett felébredni, és a védőink hibáit kihasználva a 21. percben egyenlített. A marosmentiek tovább támadtak, és a 27. percben Kalász Zoltán vált eredményessé. A fél időben 2-1-es hazai sikerrel vonultak le a pályáról a csapatok. A második fél időben a makkolyak fáradtan kezdték a játékot, így a szerencsének köszönhetően az ellenfél az 57. percben Valak Péter második góljával szorossá tette a meccset. A hagymavárosiak azonban győzni akartak, és a végső sípszó előtt Kalász Zoltán második góljával eldöntötték a találkozót. Tehát a végeredmény Enfoci Kft. UTC 1913 labdarúgó Kft. 3-2 lett. Ezzel a győzelemmel egészen a tabella második helyére tornázták fel magukat Méhes Tibor fiai. Most vasárnap a jelenleg kieső helyen álló Szőreg együtteséhez utazik a Marosparti gárda.